egyhangú szavazással választotta meg alelnökéül Izmény polgármesterét, a Völgységi Önkormányzati Társulás, aki azt mondta, az elmúlt években olyan feladatokat sikerült közösen megoldani, melyre a települések egyedül nem lettek volna képesek. Például mondom a szociális gondoskodást, mert ott is ugye feladat van minden településnél, és ezt így közösen egy kistérségi szinten sokkal könnyebben meg tudjuk oldani, hogy minden egyes kis településnek kellene ehhez egy ember biztosítani, így közösen megvan, és minden településnek beosztva az időt, hogy mikor ér oda a településére, és meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Filóni Ferenc Ibolya testület elnöke azt mondta, az idei esztendőben 380 millió forintból gazdálkodhattak, melyből 320 milliót az egyetlen intézményük, a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartására fordíthattak. Fél év után a költségvetés megfelelő szinten áll, mondta a testület vezetője. A költségvetési rendelet elfogadását követően döntött a társulás arról, hogy 2022-ben újra segíti a támogatással a településeket. Ez a pályázat már le is zajlott, 2,3 millió forintot tudtunk biztosítani a völgységi települések számára. A legtöbb program már meg is valósult a nyár folyamán, hiszen túl vagyunk nagyon sok falunapon, ezekhez tudtunk segítséget nyújtani ekkora összegben. A társulás polgármesterei meghallgatták és elfogadták a Bonyhádi Gondozási Központ beszámolóját. Döntésük értelmében a következő 5 esztendőben is Sebestyén Orsolya irányítja majd az egyre növekvő feladatokat ellátó gondozási központ szakmai munkáját.